Köszöntöm a nézőket! 2018 áprilisában volt utoljára Szent Mise a Bazilikában. A külső felújítás után 2019-ben kezdődtek meg a belső felújítási munkálatok a Szent István Székesegyházban. Idén augusztusban pedig várhatóan újra megtelik hívekkel a templom. Hogy hol tartanak a felújítási munkálatok, megtudhatják a következő percekben. Tartsanak velünk! Jól haladnak a székesfehérvári Szent István Székesegyház belső felújítási munkálatai, amelynek eddigi dokumentumait aláírták az érintettek. Ezeket a déli oratórium falüregébe egy időkapszulában helyezik majd el egy későbbi időpontban. A Szent István Székesegyházat a külső megújulás után 2018 áprilisában zárták be. A templom hajójában 2018 augusztusa és októbere között régészeti ásatások folytak. 2019 januárjában kezdődtek meg a belső felújítási munkálatok. A 2016. december 21-én kelt támogatási okiratban Magyarország kormánya a Székesfehérvári Egyházmegye számára támogatási projekt keretében 2 280 millió forint forrást biztosított a Szent István Király Székesegyház teljes belső felújítására. Az épület történetében ez a legátfogóbb felújítás. 4 éve annak, hogy a templom megépítésének 250. évfordulóján azzal a reménnyel zártuk be a Székesegyház főkapuját, hogy 2022-ben a már teljesen felújított épületbe térhetünk vissza. Amikor az előttünk álló munkát a gondviselésre bíztuk, még nem tudhattuk, hogy hamarosan az utóbbi 100 év legpusztítóbb világjárványa sújtja az emberiséget. A járvány a Székesegyház felújításán dolgozó szakembereket sem került el. A Jóisten kegyelmének hála, végzetes következmények nélkül sikerült átvészelnünk a pandémiát. Mindössze néhány hónappal tolódott a 4 évre tervezett beruházás befejezése, ezt a támogatást kezelő szervezetnek, mint Wiesmajort jelentettük, és el is fogadták jelentésünket, kérésünket. Örömmel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az idei év elejére elkészült közel 1800 négyzetméter freskó esztétikai helyreállítása, közel 1500 négyzetméter műmárvány és stukkó felület, valamint a főoltár képpel együtt 66 négyzetméter vászonkép restaurálása. Elkészült a szószék helyreállítása, és az altemplomban 136 sírtábla restaurálása. Az összes fából készült barokk szobor és az oltárképek kereteinek restaurálása is megtörtént. Az állványzat lebontása után májusban kezdjük a bútorzat, az oltárok és az orgonák visszaépítését. A teljes belső helyreállítás befejezése után a Székesegyházat idén augusztusban tudjuk majd megnyitni. Ma jött el az a pillanat, amikor a sajtó munkatársainak segítségével bemutathatjuk a szentély restaurált oldalfalait és mennyezetképeit. Azt a látványt, amit az állványok elbontása után elénk tárul, most közkincsé tehetjük. Eddig a képzelő erőnk segítségével alkothattunk képet a megújuló Székesegyház látványáról, most már saját szemünkkel gyönyörködhetünk benne. A világos árnyalatú, gyöngyházfényű színeit visszanyert, szakszerűen restaurált mennyezetképek látványa még a felületeken évekig dolgozó szakemberek számára is váratlan művészi élményt nyújt. Restaurátori kutatások alapján kiderült, hogy az orgona karzat feletti boltozaton a Szent Cecíliát muzsikáló angyalok körében ábrázoló mennyezetkép helyreállítása eredeti állapotába nem lehetséges. Az 1768-ban készült cimbálféle barokk freskó, ami egy trombitát fújó angyalt ábrázolt, gyakorlatilag teljesen elpusztult. A helyére 1866-ban festett Szent Cecíliát megjelenítő kép is már csak nyomokban maradt meg.
20. századi restaurálások olyan mértékben módosították a fali képet, hogy az eredeti festményt nem lehetett helyreállítani. Döntést kellett hozni, mi kerüljön a helyére. Meghallgatva a szakemberek véleményét, úgy döntöttünk, hogy kortárs műalkotást rendelünk. A korábbi festéktöredékeket megőrizzük és visszafordítható módon takarjuk el. A barokk dekoráció egységéhez illeszkedő új fali képet a Magyar Képzőművészeti Egyetem emeritus rektora, König Frigyes Munkácsi Mihály díjas festőművész készíti el. Rektor úr régi székesfehérvári család sarja. Ősei a török hódoltság után érkeztek Székesfehérvárra. Egyik rokona a szabadságharcban letartóztatott König Móra székesfehérvári szeminárium rektora, majd a székesegyház kanonokja volt 1873 és 1886 között. A középkor óta álló, mai megjelenésében barokk stílusú székesegyház ezáltal egy kortárs műalkotással fog gazdagodni. A mennyei muzsikát ábrázoló mű a modern festészet nyelvén szólal meg, megkülönböztethető lesz nyilván a freskó ciklus többi részétől, ugyanakkor mégis illeszkedni fog a székesegyház eredeti dekorációjához, valamint a barokk mennyezetfestészet tradíciójához, képi rendszeréhez. A különböző korú elemek így fognak egységes művészeti látványt alkotni, és fognak örömet szerezni a templomba ellátogatók számára. Szeretném ezúton megköszönni mindazoknak a munkáját, akik bármi módon is, de hozzájárultak ahhoz, hogy eljuthatunk ennek a gyönyörű szép templomnak és értékes templomnak, közös nemzeti kincsünket alkotó alkotásnak a jelenlegi állapotához is. Minden bizonnyal eljutunk majd augusztusban a teljes munka átadására, hogy láthassuk eredeti szépségében és pompájában ezt a templomot. Nyugat-Európából, Brüsszelből, Észak-Európából megszoktuk sajnos, hogy utóbbi években szomorú hírek érkeznek. Nem indítanak semmiféle kötelezettségi eljárást akkor egyes országokkal szemben, mikor meggyilkolnak papokat. Nem indítanak kötelezett segítségi eljárásokat akkor sem, amikor katolikus, református, evangélikus vagy más keresztény felekezetű templomokat gyújtanak föl, rombolnak le, adott esetben szentségtelenítenek meg. Nem szólnak akkor sem, amikor a keresztény értékeket, melyek annyira fontosak voltak 2000 éven keresztül Európának, minden tekintetben rombolják. Akkor pedig mégiscsak indítanak, amikor egy kormány kimer állni a kereszténység mellett, az értékek mellett, és kimer állni mondjuk gyermekeink mellett. Tapasztalhatjuk most ezt a tegnap előtti bírósági ítéletből, amit mi megszoktunk ebben a világban, hiszen annak idején a kommunizmus alatt sokszor már véletlenül vagy direkt előre tudni vélhető volt, és tudták is az emberek, mi lesz az ítélet. Most is ez történt. És ettől függetlenül, hogy mindez zajlik Európa nyugati felén, északi felén, nekünk a feladatunk és felelősségünk az, hogy az értékeket védjük és mentsük. Legyen az lelki oldalról az érték, legyen az pedig fizikai. És hogyha ez utóbbiről néhány gondolatot mondhatok önöknek, akkor itt a köszönet az első, amit mindenképp ki kell emelni. Köszönet székesfehérvári egyházmegyének, ezen emellett pedig politikusainknak is, városvezetőnek, polgármester úrnak, és persze az egész városnak, képviselő úrnak, és mindazoknak, akik mellé álltak annak a törekvésnek, melyet körülbelül 10 évvel ezelőtt indítottunk el. Ha csak ezt az egyházmegyét nézzük,
néhány dolgot, vagy néhány települést hadd soroljak fel önöknek, mely az értékek érdekében történt, és teljesen természetes, hogy ez csak töredéke azoknak, ami megvalósult. Bodajk, Vértessomló, Ercsi, Alsó-Szent Iván, zarándokhelyek fejlesztése. Tatabányai volt bányakórház, Pátyi új templom, Budakeszi tornacsarnok, Érdi iskola, oktatás és a közösség erősítése, a hit erősítése. És hozzáteszem templomok tucatjainak a felújítását, szépítését, melyek ebben az egyházmegyében történtek. 8 év alatt, kedves püspök atya, hogy a munkát végeztek, hogy valóban büszke lehet a bazilika is Szent István nevére, és az egész egyházmegy is Szent István nevére, mert azt kell mondanunk, bátran kimondhatjuk, hogy ilyen léptékű felújítások, újítások, építkezések nem csak templomi területen, hanem, amit említettem, iskola vagy szociális területen az egyházon belül nem voltak soha. Köszönöm szépen ezt a csodálatos együttműködést. És tulajdonképpen ennek az együttműködésnek a lépése vagy része a Szent István Bazilikának a megújítása is. Püspök atya 4 évvel ezelőtti zárásról beszélt, de ha megengedik, egy 8 évvel ezelőtti döntésre is visszatérnék. Talán sokan emlékeznek rá, de miután azért a figyelem, illetve az emlékezet gyorsan elszáll, emlékezzünk arra, hogy az volt a tét, hogy nem az, hogy megszépítjük belőle ezt a templomot és a bazilikát, hanem hogy meg tudjuk-e menteni. Olyan szintű volt a fedélszéknek az állapota 8 évvel ezelőtt, hogy attól féltek a szakemberek, és püspök atya is ezért fordult a kormányhoz, illetve Cserpakovics András polgármester úr, hogy egy gyors beavatkozás eredményeképpen azt a szerkezeti helyzetet, amely majdnem szétnyomta a falakat, és azon az oldalon már potyogtak is a stukkók, és látszottak is a fizikai veszélynek az első jelei, és ezért fordult polgármester úr, püspök úr is a kormányhoz, és 8 évvel ezelőtt meghoztuk az első nagy döntést a bazilika érdekében. Akkor mentettük meg a bazilikát kívülről, persze szakemberek és nagyszerű építészeknek a segítségével, mestereknek a segítségével. Kívülről megújult bazilikát valóban követte a 4 évvel későbbi újabb hatalmas nagy feladatnak a végrehajtása. Ha már megmentettük, és ha már biztosan áll ez a szerkezet, akkor szépüljön is meg. És én ezt köszönöm szépen mindazoknak a mestereknek, akikkel már többször találkoztunk itt. Köszönöm szépen egyházmegyének a kitartó és hát sokszor türelmes hozzáállását is ehhez a beruházáshoz, hiszen valóban nem egy-két évre gondolkozunk, hanem évtizedekre, évszázadokra. És ilyen léptékű beavatkozást, hogyha elvégez az egyházmegye, akkor ezt tényleg alaposan kell. Befejezésül én köszönöm szakembereknek, köszönöm az egyháznak, és Székesfehérvárnak is azt a törekvését, melyen keresztül tucatnyi templom tudott megújulni az elmúlt évek során. Sok-sok műemléket mentünk meg közösen, és a Székesfehérvár, mint város, ismét székes főváros lehet bizonyos szempontból, ha máshogy nem, akkor kulturálisan. Az biztos, hogy tisztább, az biztos, hogy rendezettebb, az biztos, hogy sajnos, ki kell mondani, jelenlegi fővároshoz képest sokkal inkább kulturált város. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszönetet mondott az összefogásért, amely lehetőséget adott a bazilika megújítására. Mint mondja, fontos pillanat érkezett el az időkapszula dokumentumainak aláírásával, amely az elmúlt 8 év törekvéseit rögzíti. Mi történt az elmúlt 4 évben, államtitkár úr még messzebbre nyúlt vissza a múltban, és felidézte, mi történt 2014-ben és 2014 után. És ennek az elmúlt 8 esztendőnek egy állomásán vagyunk most, egy pillanatban, de egy nagyon-nagyon fontos pillanatban vagyunk most itt a bazilikában együtt, hiszen egy időkapszulát fogunk majd a későbbiekben elhelyezni, aminek a,
aminek az időkapszulában elhelyezett íromány szövegét alá fogjuk írni, és ez az írás felidézi az elmúlt 4 és az elmúlt 8 év történését, és hogy miért fontos ez a pillanat, ahhoz szeretnék egy kicsit még messzebbre visszanyúlni az időben, hiszen ebben a városban állt már egy bazilika több száz évvel ezelőtt, és aztán annak is már több száz éve, hogy ez a bazilika nincs meg a városunkban. 150 év török uralom, 150 év török dúlás után, melynek során ez a város nagyon-nagyon sokat szenvedett, és szinte teljesen megsemmisült. Ennek a városnak és lakóinak nem volt ereje és nem volt lehetősége ahhoz, hogy azt a templomot megmentse. És ezért fontos ez a pillanat, mert most van egy templomunk, és mindent megteszünk azért, mi székesfehérváriak, hogy ezt a templomot megmentsük, hiszen ha van 1000 év mögöttünk, akkor hinnünk kell abban, hogy lesz 1000 év utánunk, és a késői utódoknak kötelességünk megőrizni és megmenteni ezt a templomot, és átadni nekik megőrzésre. Ezért Székesfehérvár közössége nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 8 év során munkájával, erejével és képességével segítette, hogy ezt a templomot megmenthessük. Köszönöm miniszterelnök úrnak, államtitkár úrnak, államtitkár úr személyén keresztül a magyar kormánynak, polgármester úrnak és az önkormányzatnak, püspökatyának és az egyházmegyének, hogy összefogtak, és ennek az összefogásnak az eredményeképpen ma itt tartunk, és bízhatunk abban, és tudhatjuk azt, hogy ezt a templomot megmentjük és átadjuk Székesfehérváron az utódjainknak. Cserpalkovics András polgármester elmondta, az egész nemzet történelmének meghatározó helye Székesfehérvár, 2022-re pedig új értékekkel lehet gazdagítani, hiszen az értékek határozzák meg a várost. Az ember mindennapi elsétál, látott egy zárt kaput, és már nagy izgalom volt, szerintem nem csak bennem, hanem rengeteg emberben, hogy mikor jöhetünk be, mikor nézhetjük meg azt a csodát, amit újra varázsolódik, és azt a világosságot, amit talán ezzel a szóval jól jellemzett beszélgetésünkben Püspök úr a rendezvény előtt, amit itt érzékelhetünk és láthatunk. Úgyhogy köszönjük szépen, mindahogy köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, aki részt vett abban a több éves erőfeszítésben, amiről itt szó volt. Köszönöm szépen az egyházmegyének, hogy belevágott, és fölvállalta egy ekkora beruházásnak minden nehézségét, kérdését, akár a város hitélete és közösségszervezése vonatkozásában megnyilvánuló felelősséget, és természetesen kihívásokat. Köszönöm a kormányzatnak, hogy az első pillanattól kezdve 8 évvel ezelőtt és 4 évvel ezelőtt is az ügy mellé állt, érezve pont azt a kérdéskört, amiről itt előbb Tamás is beszélt, Fehérvár és a templomok vonatkozásában. És köszönöm minden mesterembernek, itt Andráson keresztül most különösen azoknak a szakembereknek, hivatást képviselőknek, akiknek a kézi munkájának az eredményét láthatjuk most már itt közel ahhoz az állapothoz, hogy tényleg hihetünk és hiszünk abban, hogy augusztusban magát az egész csodát láthatjuk állványzat nélkül. Nem elfelejtve, hogy amikor egy templom külső vagy belső megújításáról, felújításáról beszélünk, akkor az mindig több, mint bármely más épület esetében ezek a szavak és azok jelentése. Hiszen itt, amiről beszélünk, az miközben persze egy épület és fantasztikus belső értékek vannak benne, nem csak az emberi értékekről szól, sőt, egy templom esetében nem elsősorban az emberi értékekről, hanem az örök értékekről. És ezek az örök értékek határozzák meg ezt a várost is, és ezért érdemes talán szimbolikusnak tekinteni, hogy éppen 2022-ben fog befejeződni ez a felújítási munka, és most nem az aranybullára gondolok elsősorban, hanem a 972-es elképzelt városi alapítási esztendőre, és annak az 1050. évfordulójára. És azért mondom ezt itt ezen a helyen, hiszen ennek a helynek volt jelentősége a város már akkori történelmében is, nem mindig tudjuk, hogy pontosan mi, csak azt tudjuk, hogy volt.
és a város akkori történelmünkben elfoglalt helye okán ezt kijelenthetjük, hogy nem csak a város, hanem az egész nemzet történelmének egy meghatározó helyén vagyunk, és ezért is fontos volt, hogy az erre épülő és létrejövő csodát, azt most így a 21. században éppen 2022-ben befejezve sikerül megújítani, nem csak megújítani, hanem elhangzott új értékekkel kiegészíteni. Úgyhogy ezt mindenképpen azt hiszem, hogy fontos gondviselés ajándékának tartanunk, gondolnunk, hitünk szerint. És amit talán még így egy záró gondolatként fontosnak tartok elmondani, és kérem, hogy erre is figyeljünk oda, hogy nem önmagában csak a bazilika megújítása történik meg ezekben az években. Ha valaki elindul mondjuk a Szent Imre iskola irányából, akkor lát egy iskolafelújítást, aztán lát egy levéltár, egy megyei levéltár megújítását, látja azzal áttelembe a megyeházának a megújítását, maga itt a bazilika és környezetének a megújítását, zajlik a városháza felújítása, vagy inkább elkezdődött a városháza felújítása, de hát ott van a püspöki palota megújult csodája, a látogatóközponttal szemben az Egyházmegyei Múzeummal, cisztertemplommal, múzeum rendházépületével, ciszteriskolával, és csak nem léptünk ki a belvárosból, hanem itt vagyunk a mi történelmi belvárosunkban, és nagyon-nagyon sokféle használatban lévő tulajdonosi körrel bíró épület, együttes és érték megőrzéséről szólhatunk. Azaz nem egy kiragadott valamit teszünk, hanem láthatólag próbálunk együttműködésben, összefogással, kiki a saját őrhelyén a feladat elvégzésével egy város megújításban gondolkodni, pont abban a kérdéskörben, amiről államtitkár úr beszélt, ami értékeket üzen. És ezek az értékek itt vannak nekünk a múltból, de az már a mi felelősségünk, hogy megmentsük, de ne csak a fizikai valójában, hanem a lelki üzenetében egyaránt. Én bízom benne, hogy ezt a munkát fogjuk tudni folytatni, mert van még előttünk feladat, de ha ebben az együttműködésben tudunk dolgozni, akkor ezeket is közösen meg fogjuk oldani. És még egyszer köszönöm, hogy itt lehetünk. Csoda, amit már itt az állványzaton mellett látunk, meg az is, amit ott az állványzat között még csak sejtünk, de hamarosan azt is megláthatjuk. Vági Péter építész, a Székesegyház felújításának koordinátora arról is beszámolt, nem könnyű munka kezdődött meg 2019-ben. A tavalyi év végén sikerült eljutnunk odáig, hogy a szentélyben a boltozati képeknek az esztétikai helyreállítása elkészült. Ez lehetővé tette, hogy az idejében el tudtuk kezdeni az állványoknak a bontását, ami 2019 eleje óta beteríti a bazilikának a belső terét. És hogyha az ütemterv szerint tudunk tovább haladni, akkor az év közepére, nyár derekára teljes egészében vissza tudjuk adni az Egyházmegyének a bazilika belső felújított területét, és augusztusban a megnyitót is meg tudja tartani majd az Egyházmegye. A felújításnak melyik része volt az, ami a legnagyobb kihívást jelentett? Nagyon nehéz kérdés, mert igazából a felújítás teljes egésze egy kihívás, kezdve onnan, hogy egy komoly kutatási munka kellett, hogy megelőzze. Ennek a kutatási munkának az eredményeképpen talán egy fokkal egyszerűbb volt a restaurálási munka, hiszen egy megalapozott, szakmailag megalapozott folyamaton lehetett végigmenni, de ugyanígy nehézség volt a régészet, hiszen a bazilika belső területén a két hátsó padcsoportnál 5 méter mélységig ástak le a régészek, és az ásatás során szerencsére eredményesen nagyon sok információval gazdagodtak. Ugyanígy nehézség volt az állványozás, hiszen nem egy szokványos állványt kellett felépíteni, hanem egy olyan állványt, ahol minden egyes négyzetcentiméterét a bazilika felületeinek el kellett érni. Leginkább így a freskókról szeretném kérdezni, hogy azoknak a felújítása hogyan történt, milyen munka előzte meg azt, hogy hát aztán már teljesen más színekben pompázhat, azt gondolom itt a Székesegyház. Nagyon fontos lépés volt az előkészítő szakasz, nevezetesen a kutatás folyamata, amikor megismertük a teljes falképet, illetve ahol nem volt, akkor nem állt rendelkezésünkre állvány, ott következtetéseket tudtunk levonni a tapasztalatok alapján. Egy teljesen átfogó ismeretanyagra tettünk szert, tehát már a kutatás folyamata után tervezni tudtuk azt, hogy
hogy milyen anyagok használatára lesz szükség a megőrzés érdekében, milyen módszerekkel tudjuk feltárni a szennyezett, átfestett falképegyüttest, milyen konzerváló módszereket kell alkalmazni a megőrzés érdekében, és tervezhető volt az is, hogy az esztétikai helyreállítás mértékét hogyan valósítsuk meg, hiszen lehetett tudni, hogy egy heterogén, néhol nagyon hiányos, néhol épp részletekkel gazdag falképegyüttest fogunk feltárni. Most akkor azt lehet mondani, hogy ezek a freskók már teljesen elkészültek, vagy még van olyan rész, ami most még 2022 nyaráig el kell készüljön? Jelenleg a szentély és a második boltozati szakasz falképei készültek el. Most dolgozunk az első boltozati szakasz falképén, illetve az oratóriumok és az orgonakarzat falképegyüttesén. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak egyébként így a feltárás és a restaurálás során? Ez mindig egy megismerési folyamat, tehát nagyon fontos lépés a kutatás és a felmérés, de a munka folyamata az mindig újabb és újabb információkat tár elénk, tehát folyamatában sokkal-sokkal jobban megismerjük cimbál, megismertük itt konkrétan cimbál alkotó módszerét, azt, hogy milyen anyagokat használt. Természetesen azok a vizsgálatok, amelyeket a kutatás idején végeztünk, pigment analízis, épületdiagnosztikai vizsgálatok, ezeket a munka folyamatában is azoknál a részeknél, ahol érdekes és kérdéses részleteket találtunk, ott folytattuk ezeket a vizsgálatokat. A Székesegyház belső felújításának tervezett befejezése 2022. augusztusa. Kedves nézőink, az elmúlt percekben megtudhatták, hogy hol tartanak a bazilika felújítási munkálatai. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!